Szóval, srácok, úgy gondolom, hogy most ezt így idéle videózni, egy darab Halloween kész nyitok, ezelőtt is nyitottam fegyverládát minden, ugyanis kaptam PP-t ajándékban, mondjuk úgy, meg vettem is ládákat, tökér, úgyhogy hát nézzük, mit az ez a négy Halloween kész. Aha, nyis ki 10 darab Halloween kész, még 2000, akkor még egyet nyitunk, 5 darab lesz. Ez eddig egészen óriásnak mondható. Egy sonkás szendvics, hát ez aztán nagyon jó volt. Megérős, mindegy. De ez a, az a barett, ez az amúgy nagyon jó fegyver, szóval ennek örülök, hogy ezt kinyitottam. És minél több Halloween kést ki akarok amúgy nyitni. Az egész event alatt szerintem, hogy 200-at ki fogok nyitni. Most adhatok ilyen 10-en valamennyinél. Ez a második nap, szóval... Ezek a kulcstartók engem megátkoztak, esküszöm. Ezeket nyitom egész nap. A streambe is rengeteg ilyet nyitottam ki. Na mi van? Válasz. Az jó. Szóval nézzük, ez mit ad. Tízezer pp-t amúgy jó lenne benyerni, vagy valamilyen kocsit. Öt Halloween-i tök jó. Ezt beváltom. Gyűjtögetésképpen. Nyitjuk az utolsó előtt itt pacekba. Az a 100 000 pp-se lenne különben rossz. Akkor egy ideig elnyitogatnám ezeket a ládákat. Sőt, akkor sorsolnék is 10 darabot. Vagy 5-öt. Aha! Az amúgy nem rossz! Azt kell mondjam! 25 darab Halloween-i tök. Na, és akkor most nyissuk az utcsót ki. De srácok, én erre nagyon rá vagyok kattanva erre az egészre. Jó, hát akkor még egyet nyitunk, gyerekek. Még egy Halloween kést, azt hiszem, ha még van. Ezeket... Aha. Lepakoljuk nagyon gyorsasági sebességgel a házba. Nem kéne, hogy ezzel így elkapjanak, vagy bármi. Ez nem lenne jó. Itt igazából a rendőröket nagy évbe kerülni kell, és akkor nem lesz semmi baj. Csak hát ez ugye nem mindig ilyen egyszerű. Innen is köszönöm szépen az ajándék PP-t. Nem mondok nevet, mert azt mondta, hogy ne mondjuk. De 15 000-et adott. Szóval... Meg van egy eladó szarrá ment drónom, ha valakit érdekelne esetleg. És majd amiket ezelőtt kinyitottam ládákat, az a, arról bevágom nektek a képeket, hogy mit adtak, mert nem mindig itt fotóztam le sajnos, csak amiknél eszembe volt, hogy fotózni kéne. És akkor most velünk is kinyitjuk a mai napra az utcsót.
De igazából, hogyha nagyon ügyes lennék, akkor összespórolnák is Scania-ra PP-t. Ami úgyis igazából nem lenne hülyeség, de én nem akarom ezt az egészet. Nem akarok Scania-t, szóval... Ezért nem is látom értelmét. Hogy olyanra gyűjtsük, amit én nem akarok. És az övezetet bármilyen kocsit kinyitnék, azt valószínűleg ki fogom sorsolni. Kivétel, hogyha az egyik Brabus vagy ilyesmi, mert akkor azt meg akarom tartani. És az ilyeneket nem szeretném eladni. Ugye most még kicsi az értéke, mert még lehet szerezni. De itt tudom én például egy év múlva már akkora értéke lesz szerintem, hogy ilyen 10 milliárdba is megy. Szóval... Még van. Nincs. Az baj. Hőha. Jó, inkább megpróbáljuk eladni ezt a tököt, ezt még felveszem videóba. Miközben itt összefutottam egy régi haverommal. Úgyhogy most megpróbáljuk valakire rásózni a tököt. Azt még nem tudom, hogy hogy fogom csinálni. Azt, ami van itt! Szóval bemegyünk, és valahogy rásozzuk az emberekre. Nem tudom, hogy hogy, mert nagyon nem akar és senki megvenni. Elcsörjük a kocsiját. Hát ez... De... Akkor... 5P... Jövök... Csak... Megyek a drón... Ért... Kérem, várjon meg. Nos, srácok, veszünk egy kocsit. Oké. Így kell ezt csinálni. A drón az 0%-os, de hát attól még drón. Az igen, büntetés halmaz rám itt. A few moments later. Remélem még itt van különben. Én tartottam a szavamat, hogy hozom a dolgokat. Itt van, itt van. Adok. Még jó, hogy két toll van nálam mindig. Jill Spider-t amúgy is akartam. Azt ad vissza, Lici. Adom is a dolgokat. Szóval közöm, hogy 15 millió újjönnön.
Mindegy. És takarodó innen. Mielőtt észreveszi a cselt. Hallott hülye, ez nem is megy rosszul. Figyeld már! Na jó van, srácok. Oh. Na, azt szépen elírtam mindig. Na jó van, srácok, lett egy nagyon jó kis spiderünk. Remélem tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor sok benne legyen. Sziasztok!